Köszöntöm a Kölcsé Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mind megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk Önöknek mai műsorunkban. A bajnokságban vereséget szenvedtek, a HEB kupában győztek a kékcápák. Két érmet szereztek a nyíregyházi úszók a debreceni rövidpályás OB-n. Hét forduló után a negyedik helyen állnak a Máté Szalkai női kézilabdázók. 100%-os mérleggel zárták a hétvégét az Aquese országos bajnokságban szereplő csapatai. Hosszabbítás után szenvedte el 6. bajnoki vereségét a Hübner Nyíregyháza Blue. A kékcápák a BKG csapatát fogadták, és a 80-80-ra végződő rendes játékidőt követően 90-80-ra kaptak ki ellenfelüktől. A hazaiak egy győzelemmel és 5 vereséggel, a vendégek 5 győzelemmel és 1 vereséggel álltak a forduló előtt. A már Merin Mekmedovics által irányított Nyíregyháza alaposan beragadta rajtnál, 0-15 után született meg a cápák első kosara. Ez a különbség megmaradt a negyed végéig, majd a második 10 percben 5 pontot dolgoztak le hátrányukból a cápák. A harmadik negyedben folytatódott az üldöző verseny, sőt 61-61-nél már egyenlő volt az állás. A folytatásban végig a BKG állt jobban, azonban 2,5 másodperccel a rendes játékidő vége előtt Bonifer duplájával hosszabbításra mentette a meccset a házigazda. A ráadásban aztán csak a vendégek szereztek kosarat, így harmadik hazai meccsén is vereséget szenvedett a Nyíregyháza. A váltás után nagyon ott tudunk, hogy a bajunk van a videkézben. Állap videkézben vannak a bajok. Mert nem elegen begyakorolt dolog, ami alapnak a videkéznál, és itt vannak a lyukok, ami nehezen tudunk zárni. Két szerkezetben játszunk, és a két magassal próbáljunk zárni ezt a problémát, de valahogy egy kicsikét nehezen megy, ezt kell most ebbe a következő periódusban keményen csiszolni és megcsinálni úgy, ahogy kell. Ahogy cseréltünk a szerkezet Bendegúzzal, Bendével, akkor sokkal jobban működött a dolog, és úgy, ahogy kell, egy magassal és a 4 kicsivel. A partnerek tudunk lenni a ritmusából és a játék belül, és a vége felé volt győzelmi esélyünk. Mondom, még egyszer játszunk, ha valami, van egy csapat, aki nem kívánta a Mersa meccsen, ez biztos BKG lenne, ismerem a kollégát. Ez egy nagyon összeszakott csapat, magabiztos csapat, látszik a tabellán is, hogy jó állnak, és nekik ez a meccsek jó. De mondom, hogy jól reagáltunk erre, amit ő csináltak, jól készültünk, srácok mindent adtak bele. Ez egy nagyon pozitív jel most van a Magyar Kupa, és valahogy nekünk kell egy győzelem. Ez a csapatnak egy győzelem kell, hogy egy kicsit lelkileg és mentálisan kiszabadulunk, és tudunk tovább normálisan dolgozni. Remélem, hogy kedden tudunk ezt megcsinálni. Biztos ez, hogy ez a helyzet, amiben most vagyunk, ha akarunk ezt a kiugrani, vagy felépni a pozitív periódusból, itt kell higgadtan, sok munkával, türelmesen várni, és a megcsinálni saját dolgát. Játékosok hogy viselik ezt a helyzetet? Ez volt a 6. bajnoki vereség, tehát 1-2-3 pontos vereségek, ez egy hosszabbításos vereség, viszont említetted, hogy nagyon kellene egy győzelem. Ugye tudjuk, hogy a győzelmek azok építik a közösséget, a vereségek viszont azért sokszor nincsenek jó hatással a öltöző hangulatára. Öltözőben minden rendben. Most nehéz ez, mi szeretünk az Ákos, akartunk mindenki saját módra segíteni, úgy történt vezetés, hozta ezt a döntést. Én is elfogadom ezt a feladatot, úgy, hogy megbeszéltünk, hogy a hosszú távon kell keresni egy ember, aki be tudunk vagy nevelni, vagy hozni ide, aki profi módon dolgozik ezt a dolgát. Az első, a másik dolog, szerencsére egész nyáron voltam a csapattal, és a jó kapcsolatok vagyunk. Srácok teljesen rendesek, és jó csinálnak, és jó akarnak, és látható, mennyi akarnak. Nekem nagyon tetszik most a pot viselkedés is, mindenki is látszik, hogy kicsikét közönség is látja, hogy támogatni kell. Én remélem, hogy ebből a bajból kihúzunk valahogy, és a máskor megbeszélésnál más hangulata lesz.
Az első 5 percet 15 ponttal, az utolsó 5-öt, a ráadás 5 percet 10 ponttal buktál a csapat. Közben mondhatnák azt, hogy rendben volt minden, de hogy érezted a pályán, hol ment el ez a meccs? Gyakorlatilag kétszer vesztettük el ezt a meccset, ha lehet ilyet mondani, hiszen a első negyedben már akkora hátrányra tettünk szert, ami általában ilyenkor egy vereséget hordoz magában, viszont sikerült onnan felállnunk. Én belülről már azt hittem, hogy meg lesz. Nagyon közel voltunk hozzá, kiharcoltuk a hosszabbítást. Úgy gondolom, még esélyünk is volt megnyerni a rendes játékidő végén. A hosszabbításban pedig hát azt már a kosárlabdázók szeretők tudják, hogy ott már tényleg egy-két momentum és gyakorlatilag vége a meccsnek. Sajnos olyan három pontosok estek be az ellenfél részéről, dudaszósok, amik igazából vélemény szerint jó védekezés után gyakorlatilag kés a szívünkbe is megforgatva. Az, hogy most 10 pont lesz közte, nem reális szerintem. Ez egy nagyon szoros meccs volt, nagyon sajnálom, mert úgy érzem, hogy mindent megtett a csapat. Ugye szoros vereségeket szenvedtetek, de hát csak vereségek és vereségek jönnek egymás után, hazai pályán még nem sikerült nyerni. Most jön egy hepuha mérkőzés kedden a Salgó Tarján ellen, az ellen a Tarján, amelyet bajnoki meccsen kikaptatok. Milyen motivációval léptek pályára? Én személy szerint úgy gondolom, hogy ha bárki ellen egy győzelmet szerzünk, az már jó lenne, ha teljesen mindegy, csak legyen egy győzelem, mert nagyon akar a csapat, viszont nagyon ott van mindenkinek a fejében ez a sok szoros vereség, és ez egy plusz lelki teher. Tehát, hogy talán még, én azt gondolom, hogy jó ellenfél is a Salgó Tarján, hiszen én úgy gondolom, hogy verhetőek, vissza is szeretnék vágni, hazai pályán játszunk, és nagyon bízom benne, hogy meg tudjuk azt a meccset lovagolni egyfajta hullámként, hogy onnantól kezdve jó szájízzel vágjunk neki a meccseknek, hiszen minden meccsre úgy megyünk neki, hogy rossz a száj is sajnos, benne van a sok vereség, amiért tudom, mi vagyunk a hibásak, de mégis benne van. A forduló további eredményei a következők: Fót TF Budapest 77-73, Vasas Akadémia Cegléd 79-73, Salgó Tarján Óbudai Kaszások 76-70, Jászberény Meavsz Miskolc 79-87, Budafok PVSK 82-84 és Újbudamavsz Deac U23 94-72. A tabella élén a PVSK áll 7 győzelemmel, megelőzve a szintén 100%-os Vasas Akadémiát. Kedden ismét pályára léptek a kékcápák, hepkupa mérkőzésen a Salgó Tarjánt fogadták a Continental Arénában. Ellentmondás nem tűrően kezdték a meccset a cápák, az első negyedet 19 ponttal nyerte a házigazda. A második 10 percben 7 pontot faragott hátrányából a Salgó Tarján. Fordulás után is próbálkoztak a vendégek, de a Nyíregyháza végig kontrollálta a mérkőzést. A hajrában beesett 2-3 vendég hármas, de ezzel csak szorosabbá tudta tenni az állást a Tarján, Merin Mehmedovics együttese magabiztosan szerezte meg a szezon első hazai győzelmét. Próbáltunk ez a meccsen úgy csinálni a szerkezetbe azok, akik játszaniak kell, kicsit hosszabb játszanak. Végül is egy nagyon sikerül első a negyedbe. Szerintem ez a meccsen jó kihasználtunk külföldi játékos, Papezsán jó pozíció pályán, és nagyon, nagyon jó, mert kihasználta, és láttunk, hogy benne is van kakaó, akkor lehet rá számítani. Az, ami a legfontosabb dolog, harcoltunk görcs nélkül. Minden meccs valahol görcsösen akkor most békésen tudunk, hogy ezt a meccs hozni kell, mert ezt a meccs ez fontos a pénteki meccs mióta. Én elégedett vagyok, mindig vannak ezt a negatív hullámok, ami nálunk mindig is voltak, hogy a semmiból mínusz 10, de szerintem kevesebb most látható, mint a eddigi volt. Úgy játszottunk egy kicsikét, hogy olyan lelassítunk kicsit játék, nem rohanunk, tudtunk, kit kell támadni, hogy kell támadni. Elengedtünk, hogy az ellenfél csinálja saját játék, és itt megcsináltunk a ilyen típusú videkész, ahogy nem kapták ezt a lehetőség, hogy mit a múltkor, hogy mintett miket. Én gratulálok a fiúknak, szerintem ez a fölfelé vezető út nem egyszerű a helyzet, de biztató a dolog, mert így, ahogy most játszunk, mindenhova, bárhova menjünk, esélyesek vagyunk nyerni, ami nagyon fontos dolog. Azt mondtad a legutóbbi meccs után, egy győzelem kell a csapatnak, hogy meginduljon felfelé. Ez az egy győzelem megvan, pénteken viszont megint egy olyan ellenfél érkezik, amelyre
lehet azt mondani, mint a BKG-ra, hogy igen kellemetlen stílusú. Milyen fótra, milyen mese számítasz? Hát, piros csapatban minden előfélész kellemetlen stílusú. Újpest is nagyon jó szerkezetű jön ide, volt válogatott játékosok, Juhos, onkölföldi játékos, Atta Márkovics Luka, szépen összerakta a csapat, de ez nem a mi probléma. Nekünk kell bízni magunkban. Mi tudunk nagyon jó, hogy ebbe, amit most csináltunk, nálunk is van valami minőség, amit kell kihúzni, és bármilyen ellenfél lesz, harcolni kell, mit most. Újpest lesz egy kellemetlen ellenfél, de szerintem tudunk megoldani ez, és a nagyon fontos bajnokság szempontjából, hogy hozunk ezen a meccsek, amit itthon játszunk. Tét mérkőzésen ebben az idejében ez volt az első hazai győzelme a csapatnak. Úgy kezdtétek a meccset, ahogy gondolom, az edző meg ti is elvárjátok magatoktól tudatosan? Abszolút. Ki volt hangsúlyozva, hogy sajnos egész szezon során még azon a meccsen is, amin egyébként nyertünk Jászberénybe, ott is rosszul kezdtünk, mindig beragadtunk az öltözőbe, vagy valami nem klappolt az elején, úgyhogy próbáltunk kellő agresszivitással és úgy kijönni a pályára, hogy az a hazai pályán úgy gondolom, hogy esélyes csapatnak illik. Egész szezonban eddig problémánk van a védekezéssel, illetve volt, ez elég bíztató, hogy nem is tudom mennyi lett a vége, 60-valány pontot kaptunk talán, de itt az utolsó két percben esett még be igazából mindegy állásnál több triplájos a Salgótarjánnak, úgyhogy ez az, amire úgy gondolom, hogy lehet építkezni, és nagyon sok munka még előttünk. Nem bajnoki meccs volt, Hepuka mérkőzés, viszont osztálytárs volt a Salgótarján, amelyet idehaza kikaptatok. Most lehet azt mondani, hogy abszolút maga biztos volt ez a győzelem, mennyire biztató ez a jövőre nézve? Annak kell lennie, hiszen beszéltük, hogy kell egy győzelem a csapatnak, tök mindenki ellen, tök mindegy milyen formában megszereztük. Nagyon nehéz meccsek jönnek, most már igazából nincs nagyon időnk pihenni, hiszen pénteken már érkezik a Fót gárdája, aki nagyon rutinos és jó játékosokból áll, és utána jön egy elég nehéz duó, a Vasas Mavc. Tehát edzenünk kell nagyon sokat, de nincs is ezzel gond, mióta Meri Mát előtte is edzettünk, nem volt probléma vele, de még egy lapáttal rátettünk, és próbálunk minél jobban felkészülni az ellenfelekre. Ha valaki, akkor te igazán jól ismeri a Fóti csapatot, hiszen tavaly náluk játszottál, elég sokan ott vannak az edző is ugyanaz, mennyire lesz kellemetlen ellenfél, mennyire kell több ennél a teljesítményel, amit ma kitettetek a pályára? Nem megbántva a Salgótarján, de úgy gondolom, hogy a Fót azért jobb erőkből áll, és persze ismerem, jó pár játékos ott maradt, James Kinney személyében talán az egyik legjobb légiósuk is van a ligában, jó barátom lett tavaly, de egy nagyon jó játékos, úgyhogy nehéz lesz, abszolút Luka Márkovics, Jóos Levente, egyik felnőtt válogatott kerettag volt másodiknak, 200 NBA 1-es meccse van körülbelül, úgyhogy nagyon jó játékosaik vannak, de még sorolhatnám is. Schurman Gábor pedig egy olyan edző, aki mindig nagyon jól felkészít a csapatát, és mindig a meglepetést is próbál belevinni, és számolok is vele, hogy valamit a tarsó előhúznak, ha úgy van, és remélem is, hogy elő kell majd húznia, mert az azt jelenti, hogy mi fogjuk diktálni az iramot, és remélhetőleg behúzzuk a mérkőzést. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks Phoenix megyeri Tigrisek Fót mérkőzés pénteken 17 órakor kezdődik a Continental Arénában. A forduló további párosítása a következő, Meavs Miskolc Salgótarján, Óbudai Kaszások Pécsi VSK, Cegléd Budafok, BKG Prima Akadémia Jászberény, Deac 23 Vasas Akadémia és TF Budapest Új Budamavc. Két éremmel tértek haza a nyíregyházi úszók a debreceni rövidpályás országos bajnokságról. Stankovics Anna az 50 méteres mellúszás döntőjében csapott elsőként a célba, Barna Bianca pedig a 200 méteres mellúszásban végzett a második helyen. Úgy gondolom, hogy elégedettek lehetünk. Egy-két helyezést sajnálok, például a váltónak a döntős helyezését, bár próbáltuk kiszámolni az előjelek alapján, hogy melyik váltóba lesz érdemes elindulni. Mindenki nagyon jól úszott váltóba, tehát félreértés ne essék. Többiek jobbak voltak, jövőre majd újra nekiállunk. Az egyéni számokban az Anna 50 méteres mellúszása évek óta szinte tudja ezt, és nem nagyon veszélyes rá senki. Én úgy gondolom, hogy neki a betegsége, hogyha jobban, vagy nem befolyásolja annyira a felkészülést, akkor újra nekiállhatott volna az országos csúcsának is, de nagyon bizakodunk a jövőt illetően, és ő is nagyon készül az 50 gyorsra, most már szinte az 50 gyorsat tekinti főszámának, és úgy gondoljuk, a magyar válogatón abban a számban is ott lesz nem csak a dobogón, hanem legjobb helyen. Ami külön öröm nekünk, hogy 100 mellen is elindult, bevállalta a betegség elére, ott nem sikerült a dobogó, negyedik lett, de számunkra is jó idővel, ami külön öröm abban, hogy a délelőtti idő után meg tudta javítani.
A Bianca szereplése szintén nagyon-nagyon örömmel tölte, hiszen második lett 200 méter mellett, tavaly az a rövid pályáson nem sikerült, és a 200 méter 26-29-es ideje az megközelíti a legjobbját. Voltak hiányzók, ugye az Egyesült Államokban tanulók nem jöttek erre a versenyre, többek között egy egyházi sportcentrumot képviselő Hatházi Dóra sem. Ettől függetlenül mennyire volt erős a mezőny, mennyire születtek jó idők? Én úgy gondolom, hogy ezt a szövetségi kapitány értékelés megerősítette, hogy országos csúcsok dőltek meg. Igaz, hogy az amerikaiak főleg távol voltak, tehát az a krémje a magyar mezőnynek, de én úgy gondolom, hogy itt az a gyerekek és a fiatalok főleg a felnőtt mezőnybe is letették a névjegyüket, és én arra következtésre jutottam, hogyha tavasszal az olimpiai kvalifikációs magyar bajnokságra Dóri is hazajön, akkor mi is sokkal erősebb csapattal tudunk odaállni. Ugye régebben évente egy vagy maximum két versenyre készültek az úszók, most egyáltalán lehet azt mondani, hogy van versenyidőszak kifejezetten, vagy gyakorlatilag az egész év az? A versenyidőszak még mindig megkülönböztethető az úszásban, bár mondtam a múltkori riportban is, hogy az őszi szezon általában rövid pályáról szól, és nekünk ez annyiban, hogy mondjam, könnyebbség, hogy a Nyíregyház úszoda is alkalmas. A verseny előtt az edzéseket mi is rövid pályán folytattuk, hiszen keresztbe bekötelezzük 10 teljes értékű 25 méteres pálya alakítható ki az uszodában, ez nekünk is jó. A gyerekek pedig szeretik az 50 méteres távok után a 25 méteres rövidmedencét, igaz több a forduló, kicsit meg kell tanulni azt is, és abból a kilábazást, ez a része. Két jelentősebb verseny vár még a Nyíregyházi úszókra, ugye november 25-én a Szabolcs Kupa nemzetközi verseny, mit lehet már tudni a mezőnyről, a résztvevőkről, mondom, szeretnétek egy rangos versenytető alá hozni. Nagyon szeretnénk. Én úgy gondolom, hogy már a hanyadik éve ezt csináljuk a Szabolcskupát ezen a helyszínen. Én azt abba bízom, ugyanis a nevezés még 15-től indul, és teljesen a verseny előtt 21-ig tart, hogy szlovákok és a románok kiegészülve három nemzet legalább jelen lesz a versenyen, de van visszajelzés arra, és akár többen is lehetnek. Nevezőkben ugye van egy bizonyos limit, mert az úszoda befogadó képessége az behatárol minket, de én úgy gondolom, hogy a 300 fő az jelen lesz a versenyen. És lesz még egy összevont korosztályos rövidpályás országos bajnokság, oda mekkora csapattal utazik majd a Nyíregyházi Sportcentrum? Mindenkit szeretnénk nevezni, aki a gyermeksérülés ifjúsági korosztályban szintidővel rendelkezik. Na most ez nem egyszerű, ugyanis például az ifjúsági és a sérülő szintek több esetben, főleg férfiaknál erősebb, mint a felnőtt bajnokság szintjei, ez sokakat meglep. De itt egy nagyon komoly vonalat szerettek volna húzni a Magyar Úszó Szövetség vezérei. Azt mondták, hogy aki ezt teljesíti, az ott lehet a bajnokságon. Én úgy gondolom, 6-8 versenyzővel ott leszünk, váltóba, egyénibe, egyaránt. Hét fordulót követően a negyedik helyen áll az NB2 D csoportjában a Máté Szalkai női kézilabda csapat. Drabik Péter együttese 4 győzelem mellett 3-szor szenvedett vereséget. A 8 csapatos bajnokságban most a 7. fordulón vagyunk túl, és hát az elvártaknak megfelelően szerepelnek a lányok, én azt mondom, sőt még kicsit most egyelőre még azt gondolom, hogy pluszban vagyunk, hiszen a 4. helyen állunk, ami összességében azt jelenthetné, hogy a felsőházi rájátszásba lehetne szerepünk. Na de hát még azért nem vagyunk ennek az útnak a végése, ennek a félidei bajnokságnak, az őszi szezonnak, hiszen a 7 mérkőzést azt jelenti, ugye mivel idén a bajnokság kicsit szerkezetileg átalakult, hogy az őszi szezonon belül le kell játszunk ugye az oda-visszavágó mérkőzéseket az alapszakaszban szereplő csapatokkal. Így aztán 4 győzelem és 3 vereség van mögöttünk. Hát a 3 vereség ugye a Ungvár csapata, ami kimagasló ebbe a bajnokságba, aztán a Borsod csapata, a Miskolci csapat, aki gyakorlatilag azt gondolom, hogy a nyár folyamán erősítésekbe kezdett, hogy feljutásra is igényt tarthatnak. És hát ugye vannak azok a csapatok, akik küzdenek a felsőházi rájátszásért, ide tartozik a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei Vitka csapata is, és hát a DVSZT-nek ugye a U19-es csapata, akivel Ádász csatát vívunk a ominózus 3.-4. helyért. Én nagyon bízom benne egyébként a lányoknak az összeszokottsága és az a fiatal vitalitása, amivel kezdtük ezt a bajnokságot, és ugye bíztunk bennük, tudtuk, hogy egy nagyon fiatal gárdával kezdjük ezt a bajnokságot,
és olyan nagyon nagy célokat nem tűztünk ki a tisztességes helytállás mellett, illetve az, hogy erősödjenek ezek a mérkőzéseken, és mindjárt meccsutint szerezzenek a fiatal lányok. Ehhez képest meglepetést okoztunk, mert a Vitkát Kisvárdán le tudtuk győzni, mint rivális csapatot. Debrecentől kikaptunk Debrecenbe, és hát ugye a másik két említett csapattól vereséget szenvedtünk, de a mögöttünk lévő csapatok közül az Eger csapatát magabiztosan vertük meg, a Hajdúböszörmény csapatát megint csak, úgyhogy ha össznépileg nézem ezt az egészet, és azzal, hogy történtek ezek a vereségek is, ezek is igazából azt gondolom, hogy a csapatnak az erősítését, az összekovácsolását szolgálták, hiszen a végség az utolsó pillanatig küzdenek a lányok a pályán. Jó látni ezt egyébként a kilátogató szép számú közönség részéről is, hogy a küzdés az nincs feladva. Vannak még azért hibák, ezek leginkább technikai hibák, meg aztán fizikumban is, tömegben is még azért az élcsapatoktól kis elmaradottak vagyunk. Azok a játékosok, akik a felnőtt csapatban szerepeltek az előző bajnokságban is, ezek a csapat esetében, a csapatunk esetében ugye a védekezés gerincét alkotják. A két fiatal kapusunk, aki tényleg nagyon fiatal még, ezeknek is egy nagyon jó erőpróba ez a bajnokság, és nem csalódtunk bennük, tehát rá lehet bízni a csapatokat, és hát ugye azok a fiatal tehetségek, akik már a korábbi bajnokságban is egyre inkább és egyre nagyobb feladatokat kaptak Drabik Péter vezetőedzőtől, ezek a gyerekek meccsek sorozatában most meghálálják azt a bizalmat, és egyre több ilyen gyerek, fiatal gyerek kerül be a csapatba, akik hosszabb időre is számíthat magabiztossággal az edzőrájuk, és a rábízott feladatokat maradéktalanul elvégzik. Én nagyon bízom benne, hogy most ez egy hosszú őszi szezon lesz nekünk is, mert még ugye december közepéig, jó közepéig még játszok a mérkőzéseket, és bízom abban, hogy a riválisok közül még nyilvánvalóan egy Vitkával egy hazai mérkőzés hátra van hazai pályán, és ugye a Debrecent is még hazai pályán fogadjuk. Ezt a két mérkőzést, illetve a mögöttünk lévő csapatokat kell értelemszerűen ugye megverni ahhoz, hogy a felsőházi rájátszásban biztosan tudjuk elkezdeni majd a tavaszi fordulókat, és ehhez minden alap adott. Hál' Istennek kisebb sérülésektől eltekintve a csapat teljes egészében tud edzeni. Örömteli tény az, hogy az edzéseken maximális edzéslátogatottsága vannak, úgyhogy az akaraterő, a kitartás, meg ez a fiatalos lendület, ez megmaradt a felkészüléstől kezdődően a szezonnak ezen időszakáig. Úgyhogy én ennek nagyon örülök, és bízom a lányokban is. Hozzáteszem még, hogy párhuzamosan játsszák ugye a U19-es meccseket is a csapat nagy része, és ott pedig ugye nem hogy a dobogóért, hanem az aranyéremért küzdenek a lányok. Úgyhogy ehhez is gratulálok külön nekik. Százszázalékos mérleggel zárták az elmúlt hétvégét az Akvese országos bajnokságban szereplő csapatai. A gyermekkorosztály képviselői 12-8-ra, a serdülők 8-7-re, az ifjúságiak pedig 15-11-re verték Hódmezővásárhelyi ellenfelüket. Megszerezte a második győzelmét a Akvese gyermekcsapat a bajnokságban. Tekintve, hogy tavaly nyeretlenül zárta a szezon, ez a korosztály mindenképpen előrelép, és milyen célokkal vágtatottak ennek az idénynek? Szerettünk volna mindenképpen győzelmeket szerezni. Nagyon keményen nekiálltunk ennek a munkának. A gyerekek megértették azt, hogy másképpen ez nem fog menni. Sikerült most talán azt hiszem utolérni magunkat erőnlétben. Lejátszottuk azokat a mérkőzéseket, ahol papíron azért az ellenfelek erősebbek voltak, vagy nagy részt erősebbek voltak. Most van egy 3-4 olyan meccs, amelyik minden mérkőzésen nyerhető mérkőzés, és én remélem is, hogy ugyanúgy, ahogy ezt a mai meccset meg tudtuk nyerni, ugyanúgy a soron következő meccseket is fogjuk tudni hozni. Beszéljünk egy picit még a mai mérkőzésről, minek köszönhető ez a győzelem? Én azt hiszem, hogy a gyerekek elhitték, hogy van keresnivalónk. A Hódmezővásár ugyan 3 győzelemmel jött ide, de azért én látom, hogy olyan ellenfeleket tudtak megverni, akiket valószínűleg majd mi is meg fogunk tudni verni, és ez sikerült elhitetni velük, illetve még abban látom a győzelem okát, hogy talán az első két negyedben kevesebbet hibáztunk, mint korábban, és azért ez a mi mérkőzéseinkre nagyon sokat számít. Létszámban, edzéslátogatottságban hogy áll ez a korosztály? Szerencsére nagyon jól állunk, 26 fővel dolgozunk, a 26 főből azért egy 22 fő minden edzésen jelen van, és én azt hiszem, hogy ez adja az alapot,
hogy reménykedve nézzünk erre a bajnokságra, illetve a jövőre is. Említetted, hogy olyan meccsek jönnek, amelyek nyerhetőek. Ki lesz a következő ellenfél? A jövő héten vasárnap Vácra megyünk. Én úgy látom az eddigi eredmények alapján, hogy az a mérkőzés is nyerhető. Nyilván idegenben nehezebb játszani, de azért én azt hiszem, hogy ott sem fogjuk feladni. Három meccsből három győzelem az Akverse mai mérlege. A serdülő és az ifjúsági csapat edzője, te vagy, kezdjük az utóbbival. 4-4-ig volt szoros a mérkőzés, aztán azt lehet, hogy maga biztos győzelmet aratott az ifi csapat. Te hogyan látod a medence széléről? Ma nagyon kellett nekünk ez a győzelem, hiszen hétről hétre úgy játszunk, hogy ifikkel kevesebben vagyunk. 2006-osban van 5 gyerkőcünk, és egy 2005-ösünk, és a serdülő 2007-eseknek kell lejátszania ezt a mérkőzést is pluszba. Viszont most mindenki nagyon oda tette magát, és azt gondolom, hogy megérdemelten nyertünk, hiszen végig fegyelmezetten játszottunk, és jól is védekeztünk. A serdülő csapat egy szorosabb mérkőzésen nyert, az milyen volt? A serdülő meccs eléggé nehéz szülés volt, hiszen én úgy gondolom, hogy nagyobb különbség van a két csapat között, és nagyobb arányú győzelmet kellett volna aratnunk, viszont nagyon sok hibával játszottunk újra, mint előző hétvégén. Lesz dolgunk kijavítani, jövő héten majd megyünk Pestre, ahol a Váccal fogunk játszani, és azért ezeket a hibákat szeretnénk kijavítani. Tekintsük egy picit még vissza, hogyan szerepelt eddig a bajnokságban a három együttes. A serdülő csapat volt a legeredményesebb, őnekik ezzel most már 3 győzelmük van. A gyerekcsapatnak 2 győzelme van, és az ifi csapat most szerezte meg az első győzelmét, aminek tényleg nagyon örülünk, és szeretnénk folytatni ezt a jó szokásunkat, hogy megnyerjük a mérkőzéseket. Említetted a létszámgondokat, mi azok annak, hogy a legmagasabb korosztályban nem vagytok annyira, mennyien lenni kellene? Úgyhogy igazából a régi időkből maradt ez, amikor még Sóston edzettünk, azonban, hogy bekerültünk ide az uszodába, azért vannak már szép utánpótlás játékosok, és nagyon jó bázist próbálunk és alakítunk is kifele, viszont ez még a régi idők hozadéka. Tehát az, hogy a Sóstóra jártunk ki állandóan, oda kevesebb gyerkőc jött vízilabdázni, és azért most kezdődött el igazából ez a tendencia, hogy egyre többen jönnek vízilabdázni. Vízilabdában egy meccs sem kevés, hiszen 4-8 perc visszajáték időt kell a vízben tölteni, te 2 meccset tudtál egymás után, hogyan érezted a medencében? Jó, hát az első meccsen oda tettük magunkat, hát nem úgy terveztük, hogy végigjátszom, de végigjátszottuk, nem úgy alakult az eredmény. És ifin is segítettem, amit tudtam az ifiknek, mert nem vagyunk elegen, muszáj bírni, játszani kell 2. Mennyit ez lesz egyébként, mennyire játszik komoly szerepet az életedben a vízilabda? Nagyon, mindennapos edzések, iskolai sportiskolába járok, sporttagozat. Erre épül. Mi a jó ebben a sportágban? Miért szeretsz ide járni, amit tetted, hogy itt vagy minden edzésem? Hát egy csapat vagyunk, nagyon jó a közösség, a medencén kívül is barátok vagyunk a legtöbb emberrel, nagyon jó. Milyen céljaitok vannak a két korosztály tekintetben a bajnokságban? Hát a serdülőben én a dobogót céloznám meg, mint a top 3, az ifiben pedig egy középmezőny, mert nem vagyunk elegen, és a serdülőnek kell játszani, de a középmezőny ott is meg lehet. A vízilabda az egyik magyar sikeres sportág. Neked milyen céljaid vannak távlatilag ebben a sportágban? Szeretnék felnőtt szinten is játszani, de az majd még kialakul. Akár külföldre eligazolni, bármi. Ennyi fért a mai sportszeletbe. Köszönöm a figyelmüket. Találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.